Na sziasztok, üdvözlök mindenkinek! Hát az a nagy helyzet, hogy most van 4:11, és engem innen legkorábban olyan 2:30 körül szoktak elengedni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem messze vagyok értől, meg elhoztam ezt a elektromos rollerem, mert hogy ez így várható volt, hogy a lerakommal hamar végzek. Az a helyzet, hogy megcsörrent előbb a telefon, aztán mindegy, utána már elindultam. Szóval úgy döntöttem, hogy én elmegyek egyet kajálni, ha már így alakult, mert ez majdnem 5 óra várakozás lenne. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Ne a vágány mellett vigyázzunk, mert hogy itt vagyunk Tétény-Liget vasútállomáson, mert hogy én itt a 6-os út mentén található Prologic parknál, ugye ez egy ilyen logisztikai park, ott van a kamion, és akkor így innen megyek be Érdre, és akkor nem vonattal, hanem csak ide tudtam átjönni így a 6-os útról, és akkor itt nem a, hát ugye nem a főúton rollerezek ezzel a lélekvesztővel, mert azért ez egy elég hajmeresztő mutatvány lenne. Úgyhogy megvárjuk, amíg elmegy a vonat, és akkor elindulunk. Így, mi? Ez majdnem egy 5 óra várakozás, és ugye most jelentették be, hogy hőségriadó van. Nekem meg olyan extra dolgok, mint az állóklíma, meg ilyesmi, hát az nincsen a Renault-ba. Úgyhogy ezt a majd 5 órányi időt egyszerűen nem vagyok hajlandó eltölteni a kabinba, ami ilyenkor olyan, mint egy üvegház. Szóval ha kint 37 fokot mondanak mára, akkor 45-50 fok is lehet bent akár. Úgyhogy számítottam egyébként erre, hogy ez lesz ma. Na, amikor ilyen van, én mindig elhozom ezt a rollert, és akkor olyankor el lehet menni hőkorolni, mert nem is tudom, én nem idők a fülkébe addig. Ja. Na és akkor itt így, hát itt le lehetne menni, de most mivel, hogy kamerázok, én fogom magam, azt itt ezt a rollert, így megmutatom, nem egy nagy dolog, pár kiló az egész. Ezt én itt leviszem a lépcsőn, így, és akkor tulajdonképpen az már ott ért szerintem, ez a kis település, és akkor vannak ilyen hátsó utcák, itt el lehet menni. Na, közben leértem. Szóval vannak ilyen hátsó kis utcák, ahol el lehet menni, és akkor nem kell kimenni a főútra. Úgyhogy az úgy tök jó lehet. Már egyszer egyébként voltam így. Nem jellemző egyébként, hogy ennyire sok a szabadidő, de ez most így alakult. Mert van olyan, hogy egyébként meg úgy esek be olyan 2-3 környékén, és akkor egyből ott takasztok, és akkor indulok is tovább. Tehát a mai nap ilyen. Ugye a terv az az, hogy hát én egy Burger Kinget kinéztem, oda bemegyek, azt nem tudom, hogy ott fogom elfogyasztani a kaját, vagy elhozom, és akkor itt vannak ilyen fák, oda kiviszem a tálcámat, aztán ugye kiülök a fűre ott a logisztikai parkhoz, és akkor ott elfogyasztom a kaját, ez majd még elválik, mert hogy elkövettem egy nagy hibát, elfelejtettem elhozni ezt a bicikli lakatomat. Elfelejtettem elhozni ezt a bicikli lakatomat, és nem tudom kikötni a rollert, úgyhogy megpróbálom betolni a Burger Kingbe. Meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá. De elválik. Meg nem, akkor nem tudom, összecsukom, aztán mint egy kézipoggyást beviszem. Azért már szerintem nem fognak szólni. Úgyhogy ez van. Na jó, van, haladunk. Na hát onnan jöttem. Látszik, hogy nincsen aszfalt. Most már beértünk ide majdnem a központba, oda az Orlenk úthoz. Azért jó ez a kis roller, mert hogy ennek nem ilyen tömlős gumiai vannak, direkt így vettem erre, hanem ahogy látszik, ilyen tömör gumi van rajta, és ennek az az egyik előnye, hogy nem tud kiukadni. Szóval nincs az, hogy mész ilyen hülyébbnél hülyébb helyeken, és
hogyha egyszer csak kapsz egy defektet, aztán mit csinálsz. Úgyhogy nekem ez nagyon szimpatikus volt. Van egy másik rollerünk, a nagy, amiről ugye a videó is készült korábban a csatornán. Az egy komolyabb, annak nagyobb kereke van. Az tömlős gumi, azzal nagyon jól lehet haladni, meg ilyen macskakőn is, meg mindenen. Ez meg ugye végül is cserébe, hogy igénytelen, ugye, mert nem kell rá vigyázni, de szétrázza a lelked akár egy ilyen térköves részen is, tehát inkább ezt szoktam elhozni, mert ez ilyen nagyon könnyű is. Várjatok, szétnézünk. Nagyon könnyű is, jó lehet vele utazni, vagy legalábbis utazásnál, hogy az ember viheti magával elég könnyen. Na. Szóval akkor átoltam. Na, úgyhogy én itt átoltam magam a zebrákon, aztán megyünk tovább, de már egészen itt vagyok a központba. Szóval megint van egy zebra. Hát én nem szeretem úgy átmenni, mert ugye ezt a rollerezést is be akarják tiltani, de hát pont az ilyen rollerekhez is tud menni 15-tel, illetve hát úgy van beállítva, hogy viszonylag kevesebbet is fogyaszt, meg olyan, hogyha mit tudom, belemegyek egy lubba, akkor fogom magam, lelépek róla, aztán a 15-ről még nem esek el, mert kicsit szaladok ugye a lendülettől, aztán kész, ez meg eldől, de hát nincsen neki semmi baja. Tehát ilyenekkel meg kimenni az útra, az úttestre meg szerintem elég meredek, mert mondom, azért 15-tel ott az autók között kacsázni, az elég gáz. Ja, és én már látom a Burger Kinget, én már látom. Mindjárt megmutatom nektek is. Na, akkor elvileg oda megyünk. És akkor ez az, amit mondtam, hogy most is eldőlt a rollerem, de hát nincsen ennek semmi baj attól még. Ja! Na és nézzétek, mik vannak itt térden. Lehet bérelni is rollert. Ja, ott megy egy kolléga. Na hát ott már ott van valahol a központ. Eddig jöttünk kereken, hát ha lehet látni, mutatja valahol. 3 kilométert, és még elég jól állunk az akkumulátor ügyileg. Az is lehet, hogy fölmegyünk a központba. Hát így följöttem a dombtetőre, úgy eléggé egy kicsit visszaesett a töltöttség, de nem baj, mert lefele menet majd vissza fog tölteni reményeim szerint a roller, úgyhogy vissza fogunk tudni időbe érni a kamionhoz. Ja, ez itt egy körforgalom. Na, akkor elmegyek oda. Arra megyünk tovább oda be, azt megnézzük, hogy ott mik vannak. Még az is lehet, hogy esnek egy fagyit ebéd előtt. Közben én ide keveredtem az érdi vasútállomásra. Volt egy ilyen aluljáró, azon átjöttem, és akkor ilyen kis utcákban vagyok. Mert ahogy megnéztem én a Google-ba, van itt nem messze egy ilyen jónak ígérkező, vagy legalábbis a fényképek, amik fent voltak, egy ilyen tésztaház. És akkor én lehet, hogy lemondok a Burger Kingről, hogyha az a tésztaház élőben is olyan úgy néz ki, mint a fotókon, olyan kaják vannak, akkor én ezt becserélem, és akkor onnan nem messze, meg elvileg lesz egy fagyizó is. Már meglátjuk. Ja, itt kimegyünk, és akkor a utca végén meg majd jobbra, és akkor ott is lesz valahol a sarkon egy körforgalom után, vagy körforgalomban. Na jó, menjünk. Na hát itt is vagyunk. Csak abban nem vagyok biztos, hogy nyitva van a helység. Mindjárt kiderül. Na hát ez az én formám, mindjárt mutatom, hogy micsoda van. Kedves vendégeink, 7.-10.-től 14.-ig szabadság miatt zárva vagyunk. Hát ez így
nem nyertünk szúrót. Kár volt idáig eljönni. Most tartunk 5 kilométernél. Úgyhogy, hát mindegy. Körülnéztünk akkor érdemben, most már valami izé volt írva, ilyen ért parkváros. Úgyhogy az a helyzet, hogy mégiscsak a Burger King fog maradni. Na, a fagyizóig meg már nem mentem el, azt meg keresek itt a központban valamit. Cserébe nézzétek meg a érdi vasútállomást, meg annak az aluljáróját. Na, szóval igen. Elég sötét. Meg itt alul van valami buszpálya udvar egyébként. Ez itt tök jó meg van csinálva, mert itt a vasútállomás, meg mindjárt buszpálya udvar. Első hiányzott sokáig Tatabányán. Aztán most már ott is ilyen, ott áttelepítettek mindent, meg építettek új dolgokat. Ja, hát nézzük erre mi van, nem megyek még itt föl. Hát tulajdonképpen arra is el lehetne menni. De akkor nagyon kikerülöm a központi részt. Úgy meg esélyem sincs fagyit találni. Na, menjünk vissza. Ott van a túloldali kijárat, itt tudok majd kimenni. Elvileg. Megfordítom a kamerát, mert sokan jönnek szembe, aztán ne legyen abból probléma. Az a jó tényleg ebben a rollerben, hogy tök könnyű. Meg össze lehet ám csukni, aztán lehet úgy, mint egy bőröndöt. Mert most pár lépcsőért nem fogok szétszedni mindig. És pont érkezett egy vonat. Ja. Ott van az a kis templom, meg jó nagy a forgalom. Érdekes. Ez az ért is elég túl zsúfolt. De hát még egy fagyizót még mindig keresünk. Találtam. Megvan a fagyizó. Na, akkor meg is van a fagyi. Zöld alma és őszi barack. Na és hát a végére, akkor így nem maradt más, hogy visszajöttem a Burger Kinghez. Úgyhogy mégis csak ez lesz. És szerintem nem fogok beülni, hanem kérek egy szatyrot, aztán elviszük a kamionhoz, és akkor ott a fák alatt, a fűbe, ott az olyan jól néz ki, majd ott fogom szerintem megenni, úgyhogy mondhatjuk úgy is, hogy hazavisszük. Na, aztán szerintem, mivel nincs nálam a cucc, a lakat, hát remélem, hogy nem fogja elvinni senki. Bemegyünk. Na, meg is van, úgyhogy mehetünk tovább. És még a rollert sem lopták el, úgyhogy kijelenthetjük, hogy Érd az egy jó hely. Úgyhogy megyünk vissza a kamionhoz. Érkezünk is vissza a Krolodzsik Parkba. Azért megyek itt az út bal oldalán, mert ide van felfestve ez a gyalogos közlekedésre. Ide van kijelölve a gyalogos közlekedés. És majd itt befordulok, itt mögöttem látható árnyékos helyen kéne majd elfogyasztani a cuccot. Csak nekem meg kell nyomni a féket, úgyhogy... Na, ide értünk. Hát akkor itt van az autó. Ide jöttünk vissza, ugye azt a pótkocsit hoztam, aztán átakasztottam erre, majd ezzel megyek tovább, meg majd ezért is visszajövök, de erről a munkáról egyébként már lett videó készítve. Jaj, na jó van. És akkor mutatom, hogy így összecsukott állapotában így néz ki ez a roller, úgyhogy ide a mellettem lévő ülésre tökéletesen belefér. Én mellé rakom ezt a rudamat. Ezzel lehet könnyedén lécezni. Ezt nemrég
nemrég kaptam. Hát ezt a két fogerendát meg ma szereztem igazából. A lerakón voltak ilyennel, ilyenre voltak téve a, vagy ilyenre volt téve az áru, aztán mondtam, hogy nekem ebből kettő kellene, hogy vihetek ki. Aztán mondtak, hogy egészen nyugodtan, mert ezt igazából ők is dobják ki. Nekem meg kéne ilyen a garázsba, úgyhogy jó fejek voltak, így kettőt elhozhattam. Na. Hát úgy lett, ahogy mondtam, leheveredettem ide a fák alá a hűsbe, és megvan a kajcink, és akkor elvileg ott áll a kamion, melegbe, ahogy néztem a tahográfot, 2 óra 15 perce állok, és hát nem tudom, van vagy 50 fok benne, pedig nem húztam föl teljesen az ablakot, meg így félig behúztam a fekete függönyt, hogy úgy mit tudja, ne tűzzön be, de egy nagyon gáz, mert ugye onnan süt a nap, onnan, és hogy látszik a kamion, az pont szembe áll vele a nagy üvegfelület, úgyhogy hát azt nem elviselhetetlen így. Hát nagyon sajnálom, hogy nincs benne egy álló klíma. Nem tudom egyébként, hogy mennyire használ, mert tök fura, mert mindig új autókkal dolgoztam, de valahogy mindig úgy volt, hogy egyikben sem volt álló klíma, úgyhogy abban nincs tapasztalatom, hogy egyébként ilyenkor mennyit ér. Ja. De most van valami 1:30, akkor 1:30, hát 2:30, még így is 2 óra, ja, amire indulok. Úgyhogy egybefüggő 3 órám az bőven meg lesz. De nincs erre szükség. Nincs erre szükség azon apropóból kifolyólag, hogy ma vagyok utoljára, legalábbis az utóbbi, vagy a előttünk álló 2 hét tekintetében, ugyanis szabadságra megyek, csak a feleségem úgy tudta kivenni a Szabiát, hogy nem hétfőtől, hanem úgy 2-től, úgyhogy akkor gondoltam, hogy ma még én is dolgozok, és akkor utána 2 hét szünet. Ja, úgyhogy én most így el is búcsúzom. 2 hétig valószínűleg ugye nem lesznek videók. Mindenkinek jó nyarat, szép nyarat, töltsétek kellemesen és hasznosan. Aztán utána jövünk vissza, és akkor ismét lesznek videók. Folytatjuk a munkát tovább. Szevasztok!